Különleges, pálinkával bolondított ételek készültek a Hungarikumpontban. A Corvinus Egyetem Pálinka és Gasztronómia című szemináriumán jártunk. Különleges programnak adott otthont a Hungarikumpont. A budapesti Corvinus Egyetem pálinka mesteri képzésének egyik gasztronómiai szemináriumát tartották a Városháza aljában március 20-án. A hallgatók egy egész napos program során olyan ételkülönlegességeket főztek és kóstoltak, amelyeket a párlatok tesznek még ízletesebbé. A Corvinus Egyetem pálinka mestereinek, a másodéves csapatnak egy szakmai órája zajlik itt. Pálinka és gasztronómia tantárgy neve, ez a negyedik fél évnek egyik záró tantárgya, és a mai nap keretében a kollégákkal, hallgatókkal azt kívánjuk felfedezni, hogy a pálinka azon kívül egy ital, mi másként lehet még beilleszteni a gasztronómiába, milyen élményeket tud nekünk nyújtani, ha nem italként, hanem mondjuk egy zöld fűszerként tekintünk rá, hogy lehet őt belerejteni ételekbe, illetve próbálunk majd koktélkísérleteket is végezni. Ez a gyakorlati része ennek a témakörnek, és az elméleti része következik majd délután. A délelőtti közös főzést háromállomásos játék követte. A hallgatóknak kizárólag az érzékszerveikre hagyatkozva kellett felismerni különböző, elszínezett párlatokat. Az igazi kuriózumnak számító ebédet és a rendhagyó egyetemi előadást kötetlen beszélgetés zárta.